Azért meg kell említenem, hogy a bírók nem voltak nagyon a helyzet magaslatán. Én azért boldog vagyok, mert pályára léphettem. Nagyon jó csapatunk van, de most nem tudtuk ezt megmutatni ezen a két mérkőzésen. Sok lehetőségünk volt, végül ez az eredmény született. Tegnap a szerencse sem állt mellénk, pedig többet kellett volna kapnunk, mint amit az eredmény mutatott. Sokkal jobban játszottunk, a gyorsításokat le tudtuk reagálni, labdákat szereztünk. Igazából nehéz mit mondani ilyenkor, úgy gondolom, hogy a két csapatnak kellett volna eldönteni ezt a mérkőzést. Nem szeretek a bírókról beszélni, most se fogok igazából annyit, de azért meg kell említenem, hogy a bírók nem voltak nagyon a helyzet magaslatán. A bronzérmet ezt az előtt mondtam itt másoknak, hogy egy EB-n vagy egy VB-n nagyon megünnepöltük volna, és nagyon boldogak lennénk, de ugye nem ezért jöttünk. De ha már nem ezért jöttünk, kikaptunk, akkor legalább a tornát zárjuk be szépen, megpróbáltuk összeszedni magunkat. Jobb helyzetben voltunk, mint az előző szezonban, de nem lehetünk elégedettek, mert ide is az aranyéremért jöttünk. Azt gondolom, hogy ezt elérhettük volna, de nem voltunk szerencsések. Sem ma, sem tegnap. A Kiel elleni meccsünk volt a legrosszabb teljesítményünk az egész szezonban, nagyon rosszul játszottunk. And I think yesterday match was our worst match in this whole season. Jobban összeráztuk fejbe dolgokat. Jobban jöttünk ma erre a mérkőzésre, mint a Veszprém, pedig szerintem mindenki több veszteni való volt tegnap, mint a Veszprém. A Veszprém Kielben benne van minden, ugye a pakliba, mint favoritnak számítottunk a Flensburg ellen, sikerült elveszteni ezt a meccset, úgyhogy szerintem a tegnapi nap végén, vacsora után a Barcelona pszichikailag padlón volt, de úgy látom, hogy sikerült valahogy visszatérjünk. Igazából fura érzések, mert sokkal többet vártam ettől a Final Four-tól. Tudtuk azt, hogy 4 vagy 3 nagyon nehéz ellenfél van itt, ugye 2-vel találkoztunk is. Sajnálom a tegnapi mérkőzést, nagyon sok indításgólt kaptunk. Ezen a mai mérkőzésen igazából túléptünk az árnyékunkon, úgy gondolom, hogy jó kis mérkőzést játszottunk, szerettünk volna természetesen harmadikak lenni, de hát azért Barcelona, nem mondom azt, hogy megérdemelten, de győzött.